Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Ma ezt a családi recept alapján elkészült tiramisut fogom nektek megmutatni. Amiről kiderült, hogy végül is szinte ugyanaz, mint ami a Manner piskótának az oldalára van írva, szóval nem baj. A tiramisuhoz fog kelleni majd egy deci frissen főzött espresso, és én ebből a Starbucks kávéból készítettem el, illetve ezt a spatulát szeretem a legjobban használni, mert szerintem ezzel lehet a legjobban kikanalazni a maradék mascarpone-t. Kell fél kiló nagyon jó minőségű olasz mascarpone. Egyébként nekem a szarvasi az egyáltalán nem vált be, úgyhogy ezért szoktam általában én olaszokat venni. Illetve fél deci konyak vagy rum. Én ezt a sütőrumot használom most ehhez a mai tiramisuhoz. Általában azt szoktam csinálni, hogy egy nagy tálban mindent összekeverek, ami a tiramisuhoz kell. Tehát 4 tojássárgáját, 10 deka porcukrot, ezt a fél kiló nagyon-nagyon jó minőségű olasz mascarpone-t, egy mokkáskanál fahéjat, és mindezt ilyen robotgéppel szoktam összekevergetni, és amikor már látom, hogy kezd jól összeállni, akkor ezzel a spatulával még jól összekevergetem a mascarpone-s krémet, illetve az egy deci kávéhoz hozzáadom ezt a fél deci konyakot vagy rumot, hát én igazából egy evőkanállal raktam bele, és szerintem teljesen jó volt. Illetve ugye kell a tiramisuhoz még baba piskóta is, és én ahogy néztem, ez a Manner piskóta a legjobb minőségű, amit találtam, illetve semmivel nem volt drágább, mint az összes többi piskóta. Kívánság szerint olyan pohárba, vagy olyan edénybe rakjátok, amiben szeretnétek. Ez az adag körülbelül 4 főre elég, és én szeretem inkább egyesével így kiadagolni a tiramisut. Ez például, hogyha jönnek vendégek, akkor is tök jó ötlet. Szerintem sokkal szebb is így egyesével valami átlátszó üvegbe, üvegpohárba belerakni. De lehet természetesen egy nagy tepsibe is kirakni, az olaszok is úgy szokták igazából. És akkor így igazából már csak összeállítom a tiramisukat. Én általában a krémmel szoktam kezdeni, hogy egy kanál krémet berakok a pohár aljába, utána pedig babapiskótákat. Hát én itt most széttörögettem, mert nem fért volna be másképp a pohárba, de ahogy nektek éppen esik, úgy pufan, igazából csak megfogom a piskótákat, belemártogatom ebbe a kávés, rumos lébe, és így szépen rétegezem. Krém után jön a babapiskóta, aztán megint krém, babapiskóta, megint krém, és az a lényeg, hogy az alján és a tetején mindig krém legyen, és a tetejére, az utolsó krém rétegre jó sok cukrozatlan eredeti jó kis kakaóport használok, és ahogy láttam, Olaszországban iszonyat sokat raknak a tetejére, szóval most én is kipróbáltam, hogy iszonyat sokat raktam a tetejére, és amúgy nekem nagyon-nagyon ízlett, tök jó kontrasztos ez a földes mély íz, ez az édes mascarpone-s krémmel, úgyhogy szerintem iszonyatosan finom így. És ez itt a kész termék, ami mennyien finom volt. Szerintem tökéletes vendégváró desszert, úgyhogy csak úgy érzitek, hogy ennétek egy jó tiramisut, szerintem nagyon érdemes otthon megcsinálni, mert tényleg mennyi, és ti tudjátok szabályozni legalább, hogy mennyi rumot raktok bele, vagy mennyi kakaóport a tetejére. Nagyon szép desszert, nagyon-nagyon finom, és remélem, hogy ízleni fog nektek ez a recept. Találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!